Sziasztok! Üdvözlöm mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon nálunk dél múlott 45-46 perccel. Itt fog a garázsba, hogy látjátok. És topográfó vagyok itt a garázsban. Az egyik az, hogy itt felejtettem a kamerát, ugyanis vásároltam meg egy újfajta csónakot, itt volt bent a garázsba, épp hogy csak oda hátra lehúztam, és a kamerát meg itt felejtettem. Amúgy ez nem az a csónak, amit múltkor vettem, és mutattam nektek a videóban, azt a csónakot már eladtam, ez egy második, vagy harmadik, másik csónak. Na minden, majd megmutatom nektek, hogyha kimegyek a vízre, ugyanis most azt tervezem, hogy kimegyek a vízre, csak mutatom az időt. Látod? Arrafelé szép az idő. Arrafelé, meg rába az ablakban jobban látni, felhős. Ugyanis esett az eső tegnap előtt, ma reggel is szakadt az eső, de most elállt. A felhők kezdenek elmenni, úgyhogy én gondoltam, hogy akkor gyorsan kimegyek a vízre, és kipróbálom, hogy egyáltalán úszik-e, ugyanis ugye nem a legjobb állapot van, de jó állapotban van, de volt rajta egy luk, amit megcsináltak. Aztán, van hozzátok egy kérdésem. Most már lehet, hogy tudjátok, lehet, hogy nem tudjátok. Az autómról mutatom. Ugye ez az én autóm, ez egy Ford XR6-os turbo, ilyet Magyarországon ugye nem lehet kapni. És ezt mikor vásároltam? Februárban. Ugye februárban vásároltam. Erről az autóról azt kell tudni, hogy ez egy 6 hengeres, ilyen családias sportautó, rettentő nagy erővel. 270 kilowattal, ami rettentő jól megy, és a kérdésem az, hogy szerintetek eladjam, vagy megtartsam? Mit csináljak? És képzeld el, kaptam egy ajánlatot az autóra, ami nagyon jó ajánlat, de nem tudom, hogy megérné el eladni, vagy nem. Ugye most ilyen időszakomban vagyok, hogy veszek, adok dolgokat, és nem tudom, hogy miért, de kaptam egy ajánlatot az autóra, nem tudom. Az a baj, hogy eladom, mert tegyük fel, hogy eladom. Ugye úgy döntök, hogy eladom. Mit vegyek helyette? Körülbelül ilyen árba. Tehát nem tudom. Egyszerűen nem tudom, hogy mit csináljak. Majd lehet, hogy megmutatom, hogy milyen autót néztem. Ugye is néztem 2 darab autót. Az egyik az egy inkább ilyen családi mikrobusz autó, ami ilyen luxusabb változat. Megmutatom nektek. Vagy pedig egy Mitsubishit néztem, a Lancernak a fekete kiadását, ami nem tudom, hogy van-e látok, vagy nincs. Nekem volt egy hasonló autóm, abban az időben jó volt, de ugye az nem ilyen sportosabb autó, meg kisebb, mint ez. Na mindegy, gondoljátok ide a videó alá, írjátok meg, hogy ti mit csinálnátok, vagy nem tudom, mit gondoltok. Aztán mutatok valami más, ugyanis vásároltam ugye a csónakot, amit mondtam, és nem mással jött, mint mutatom. Oda néz, ezzel a nagy kosár motorral, ami így darabokban van, ugyanis az illető ezt odaadta hozzá. Azt mondta, hogy össze lehet rakni, egyedül annyi a hibája, hogy a gyűrű, várjál, hol a gyűrű, ami megvan minden állítólag hozzá, de ott bent, ott látod, hiányzik. Ugyanis el van törve, hogyha azt össze tudod rakni, vagy tenni, vagy venni, és össze tudod tenni, akkor működik. Én nem hiszem, hogy összeteszem, ugyanis a motort már eladtam, holnap jönnek és felveszik. Mert ezt én kikapcsolt, képzeld el, kikapcsolt megint a kamera. Mostában kezd kikapcsolni, nem működni rendesen ez a Sony kamerám. Úgyhogy arra gondoltam, hogy lecserélem, hogy mikor, meg hogyan, majd később elmondom. Na minden, most nézem az időt, ezt lehet, hogy elviszem gyorsan a csónakot, úgyhogy, hogyha rajta motor, és rá kell rakni még a motort, a csónakot oda lehúzogattam a vízhez, akkor, hogyha kijutottam vele, ott folytatom tovább, hogyha egyáltalán kiérek. Ugyanis, ahogy nézem, onnét kezdenek jönni ilyen sötét felhők. Na minden, max megázok. Kijöttem ide a vízre, képzeld el, nem fúj a szél, csendes az idő, mutatom neked, hogy hol vagyunk. Amúgy az LCD-t megint alig látom ilyen magamat, mit filmezek, mert belesült a nap. Mindegy, van rajtam szemeg, vagy nincs. Kijöttem, végülis ez a csónak. Már megmutatom, hogy hol vagyunk. Kint ezen a szokott részen, ugye itt a nyitottabb vízen, a Broadwater-ön, és lement a víz, látod azt a csónakot, vagy hajót, ott fekszik. És nem sokan vannak ott, megy valaki a kis csónakkal. Aztán ott van egy ilyen lakó, csónak, hajó, lakóhajó. És itt vannak ilyen épületek mögöttem, ugye szokás szerint. Na minden, mutatom. Ez az új csónak. Kijöttem vele, elég jól megy, nagyon könnyű, és nem fogom megtartani, még mielőtt valaki kérdezi, ugye, hogy megtartom ezt is, vagy eladom ezt is, vagy megtartom, eladom. Ez azért lett véve, hogy ugye ezt is eladja. Mostanában azért veszem ezeket, hogy eladjam. Mármint csinálok rajt pénzt, tehát azért adom el, mert csinálok rajt hasznot. Ha nem csinálok rajt hasznot, akkor ugye nem adnám el. Ez majdnem 3 méteres, 2,8 vagy 9 hosszú,
szélesebb az eleje, ami egy nagyon picit stabilabb mondjuk, mint a másik. Már hiszed vagy nem, az ezelőttit ki sem vittem a vízre. Azt hazahoztam, letettem, és már vitték is el. Ugye az nagyon gyorsan ment az egész. Ez a 6 lóerős motor, ugye nekem az van rajta, egy kicsit, nem is kicsit, szerintem sok hozzá. Ugyanis nem tudok vele végsebességgel menni, ugye, mert annyira nyomja, meg ugye ráül a vízre, de dobálja, meg na mindegy, túl nagy sebesség hozzá. Úgyhogy még mit mutassak? Van rajta ilyen lámpa, amiben nincsen lámpa, hogy éjszaka lehessen menni, itt a zöld lámpa. Túloldalt meg van egy piros. Nem hiszem, hogy le fogom festeni, gondolkoztam rajta, hogy le kellene így a kékre vagy narancságára ezt az elejét, de nem hiszem, hogy meg fogom csinálni. Tegnap már valaki megnézte, egy idősebb házas pár, 60, majdnem 70 volt, és azt mondták, hogy lehet, hogy ez nekik egy kicsit túl nagy. Hát, hogyha ez nagy nekik, nem tudom, ennél kisebbet nem hiszem, mondjuk 2,4 métereset lehet, hogy találnak, de na mindegy, majd meglátjuk. Úgyhogy... vannak rajta delfinek, nem tudom, láttad-e vagy nem, de ott hátul látod, vannak rajta ilyen delfinek. Na, úgyhogy én megve egy kört, kipróbálom, hogy milyen, ugyanis szeretem őket kipróbálni, ugye azért hazahozom, és ahogy mondtam, múltkor itt is hazahoztam, aztán már el is vitték rá, és tudtam rakni a vízre, kipróbálni, hogy egyáltalán megy-e vagy nem, és ezt legalább azért gyorsan ki akartam hozni. Nézd, jön egy jetski. Látod? Ott jön egy jetski. Hol? Ott jön. Na minden. Úgyhogy most visszanyomom a vízre. Viszont hiszed vagy nem, de harmadszorra veszem újra, ugyanis a kamerám mindig kikapcsol. És amit veszek, az elveszik az a felvétel. Na, még egyszer, jön az eső, úgyhogy elmegyek haza végül, és ez volt benne a lényeg. Úgyhogy most már sietek, mert beszéltem most már körülbelül 5-10 percet, ami felvétel elveszett. És na minden, nyomom a csónakot, és megyünk hazafele gyorsan az eső előtt, és éget a nap, de valószínűleg tényleg esni fog. Hozzaérkeztem! Közben felébredt a Davis is. Na mi ez egy nyuszi? Mi? Mivel játszol? Minecraft-tal? Te! Rettentően szeret a Davis a Minecraft-tal játszani. A Lucas ugye még nincs itt, mert iskolában van. Ez az első nap vissza az iskolába. Ja, ez az első, mert tegnap szünet volt, képzeld el. Egy nappal hosszabb volt a szünet, mert szünet volt. És nem kellett iskolába menni. Nem sokára jön haza, kb. Egy 20 perc múlva, aztán meg fogunk ebédelni. Aztán nem másba megyek, képzeld el, mint gyorsan elmegyek és vásárolok még egy csónakot. Hazahoztam ugye a csónakot, ott áll kint, látod? Szépen ki van mosva, és néztem egy másik csónakot, képzeld el. Ezért fogunk elmenni apukámmal, ez amúgy itt a közelben 15 percre van mi tőlünk. Egész jó áron van, és ez egy kicsit nagyobb, 3,7 méteres, tehát nagyobb, mint ez, ami azt jelenti, hogy stabilabb lesz a vízem. Ugye azt a csónakot lehet, hogy nem fogom eladni, lehet, hogy megtartom, ugyanis az ugye jobb a családnak, mert stabilabb, jobban beleférünk, ugye nagyobb, kicsit szélesebb. Jön egy motorral is, egy 3,3 lóerős Mercury-val, vagy 4 lóerős, nem tudom. Minden van, megnézzük, állítólag működik, de nem volt az beindítva, vagy 10 hónapja. De azt mondta, utoljára még ment. Úgyhogy az valószínű, hogy egy kicsit ugye meg kell nézni, át kell nézni. A motort azt nem hiszem, ugye, hogy megtartom. Oda fogunk elmenni, amint megebédeltem, és jön értem apukám. Aztán valószínűleg lecserélem a kamerámat, ugye ezt a kamerát, mert ahogy mondtam, állandóan kikapcsolom most már, és minden, nem minden felvétel, de nagyon sok felvételt elvesztek, vagy a végét elvesztem neki, és ugye nem tudok rendesen filmezni, hogy milyen kamerát veszek, azt nem tudom. Ugyanis néztem kamerákat, de amit néztem, jelenleg egy Sony kamera, ez az újfajta kamera, ez a Sony RX, ez a nullás, ja, mint a GoPro, csak egy ilyen nagyobb, egy egyincses, ha jól emlékszem, egy egyincses lencse van. Nem lencse, miket beszélek? Szenzor van benne, ami azt jelenti ugye, hogy szép képet csinál, nagyon szép képet csinál. Ezt néztem, ugye ez vízálló, mindenféle álló. Tehát a GoPro-t azt valószínűleg el fogom adni. És hogyha olyan lehet, hogy azt fogom használni ez helyett, vagy néztem másfajta kamerát is, ami másfajta. Majd meglátjátok, hogyha ott tartunk, de még azt se adták ki. Úgyhogy jelenleg a kamerákat nézem, de hogyha valakinek van valami ötlete, hogy milyen kamerára kéne ezt lecserélni, ide a videó alatt nyugodtan írjátok meg. Ugyanis ez a kamera szerintem sokáig nem fog működni sajnos, ami elég régóta megvan. Mikor vettem? Egy 3 éve? Körülbelül 3. Majdnem, hogy 4 éve vettem. 3,5 éve vettem. Ahhoz képest elég jól bírja, képzeld el. Ugyanis... ez már járt mindenfelé, volt majdnem, hogy vízbe is, félig vízbe, le volt esve, dobva minden, és még mindig működik, kivéve most már nem nagyon, de amúgy elég jó kamera volt. Én azért szeretnék valószínű, hogy a Sony-nál maradni, de majd meglátjuk, ugyanis van ugye a Panasonic-nak is, van a Nikon-nak is, Canon-nak is van, ugye ilyen kisebb kamerát nézek, tehát nem ezt a nagy lencsés, hanem egy ilyesmit, ami ugye belefér a zsebembe,
és ugye tudom magammal vinni. Aztán néztem, hogy ezt az Osmót, Osmónak hívják, ugye? Amit így ugye tartasz, és van rajta ez a... ami így ide-oda forog, ilyen gömb alak, az a gimbalos valami. Azt is néztem, nem tudom eldönteni. Annyi sok jó kamera van, és én mindegyiket ugye szeretem, vagy szeretném. De egy kamerát kell találni, ugye, ami jó lesz mindenre. Na ide, ma meglátjuk. Lement a nap, képzeld el, itt vagyok a Lukasz szobájába. Na mi helyzet? Semmi! Na milyen volt az első nap? Jó! Kettő A+ kaptam, Ja, A+, de szerintem senki nem tudja, mi az az A+. Az nem más jelent, mint ötös fölét. Ugyanis nálunk úgy van, hogy az A az az ötös, a plusz ugye az fölötte, a mínusz az alatta. Van a B a 4-es, ugye a C a... És akkor így ugye tovább. És nagyon jól kapott, nem másból, hogy matematikából is dolgozatot írtak. Mikor, mielőtt elmentél szünetre, ugye? És most adták ki a dolgozatot, kettőt írtak. Matematikában is mind a kettő. Ötös fölé lett! Úgyhogy örültünk neki, ugye? Ja! És jelenleg mit csinálsz? Játszom a Roblox-ot. Már megnézel a Roblox-ot játszol? Aztán hova megyünk szombaton vagy vasárnap? Hol? Hol? Mi az, hogy hová? Te! Hogyan mondom, nem tudom, hol jár a fejednél. Hova megy? Mit terveztünk, hogy hova megy? Az AB Expo-ba. Az AB Expo-ba. Bár igaziból megyünk? Miért? Csak mondani, hogy megyünk. Megyünk? Valószínű. Attól figyel, hogy hogyan dolgozok, de valószínű, hogy megyünk. És aki nem tudja, ez micsoda, bemutatnak játékokat. Ugye mindenki... Ami nem kijöttek még. Amik még nem jöttek ki, és lehet velük játszani, meg ilyen kiállítás, Xbox játék, PlayStation játék, Nintendo játék. És most lesz ilyen kiállítás mi nálunk, és ott lehet velük játszani, hogyha... Hogyha... annyi idős vagy, amennyi a játék neked való. Tehát a Grand Theft Auto 6. részével, hogyha véletlenül kiállítják, azzal ne, biztos nem lesz ott, de azzal nem játszhatsz. Vagy a 15 pluszos játékkal nem játszhatsz. Van játékok, ami nagynak, ami játszhatsz. Ja, a Super Mario-ba játszhatsz. És a Lego Marvel Super Heroes 2. Azzal is játszhatsz. És a Episode 4. Azzal is játszhatsz, de mindenki kap egy karszalagot, mármint a gyerekek, felnőttek nem hiszem, és rá van, hogy hány éves vagy, és akkor sorválsz játszani, ha a játékra oda van írva, hogy ez 10 év felettieknek való, hogyha 9 vagy, megnézik a karszallagodat, és rá van írva, hogy 9, akkor te az a játékra nem játszhatsz. Na minden? Úgyhogy a LB Expo-n ilyennel még sose voltunk. Úgyhogy majd kiderül, hogy milyen lesz, ugye, hogyha megyünk. Aztán, hogy hazajöttem, és vásároltam ezt a csónakot, megvettem. Mutatok egy pár képet, hogy hogy néz ki, ugyanis most már kint sötét van, ahogy látjátok. De jött ilyen takaróval, mármint ilyen, hogy ne süssön be a nap, meg jó állapotban, nagyon jó állapotban, nagyon jó árért meg tudtam vásárolni. A motor, ami jött hozzá, azt mondta az illető, hogy 10 hónapja nem indult, nem indította be, most sem indult be nekem se, hogy mit kell vele csinálni, nem tudom, majd megnézem apukámmal, lehet, hogy majd így eladom, nem működő képesen, vagy nem tudom, és ma meglátjuk. Ugye, nyusz-musz? De mit csinálsz? Ha? Játszol? Ugye egész eddig játszottunk a Davis-szel, ugye? Ugráltunk az ágyon, az autó azok nem megy a számítógép mellett, az autó a szőnyegen megy, jó? Gyere, ide le a szőnyegre! Ops, ugráltunk az ágyon, meg szokásos játékokat csináltuk, ugye nyuszni? GoPro-t közben eladtam, ugye a GoPro 5-ösemet, úgyhogy a vizen most csak ezzel a Sony kamerával fogok tudni filmezni, hogyha működik rendesen. Ahogy mondtam, amiket kamerákat néztem, 2 darabot, az még nem jött ki. Mind a kettő, általában október, és utána néztem, októberben jön ki ez a Sony kamera. Nem tudom, hogyha gondoljátok ide a videó alá, írjátok meg ugye, hogy mit gondoltok, melyik kamera jó, vagy lenne jó. Én mindenképp Sony-t akarok, legalábbis több, mint valószínű. Nem mindenképp, de több, mint valószínű. Aztán az autó, ugye mondtam, hogy szerintetek mit csináljunk, eladjuk, vagy becseréljük, vagy ne. Uff, az ára az jó, amit ígértek érte, de 100%-ig nincs olyan autó, amire be tudnám, van olyan, amire be tudnám cserélni, vagy amit nem becserélni, amit vennék helyette, de nem tudom, nem annyira tetszik, hogy, na ugye, vagy lehet, hogy legközelebb elmegyek és megmutatom nektek élőbe, vagy ha más nem lehet, hogy majd fényképen, amit néztem, vagy... Igen, mondod, mi van, mit csinálsz? Csücs! Na, megyünk vissza játszani. Ezt a videót én itt most befejezem, ugyanis most csak játszani fogunk, aztán vacsorázni, és elmegyünk aludni. Ugye, nyusz-musz? Amit közben képzeld el, nem esett az eső, egész jó idő volt, egész délután kisütött szépen a nap. Én meg itt izgultam, hogy jöttem dél körül, hogy esni fogunk, vagy nem, megállszunk, vagy nem, ha az érek, és elment. Na minden? Úgyhogy szép idő van, meleg van, majdnem, hogy itt a nyár megint, mára ennyit mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézzetek, ott szoktam mondani, ugye nyusz-musz? És mondod? Mondd, sziasztok!
Ha-ha. Mondd, sziasztok! Falko. Sziasztok! Na, ne csukd még le, várj! Mondd, bye! 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 Szia! 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 Na, várj annyit! Sziasztok! Vigyázzál!